Határvédelemmel, migrációval kapcsolatos információk következnek itt az M1-en. Ma 5 évvel ezelőtt történt a stockholmi terrortámadás. Ez volt Svédország történetének legtöbb áldozatot követelő merénylete. 5 ember, köztük egy 11 éves kislány vesztette életét. Az elkövető illegálisan tartózkodott az országban, egy évvel korábban kiutasították, csak hogy hazudott a hatóságoknak arról, hol lakik, így nem tudták kitoloncolni. A támadás előtti napon az interneten fogadott hűséget az Iszlám Állam terrorszervezetnek, és bevallotta, keresztény hitetlenekkel akart végezni Stockholm utcáin. 2017. április 7-én Stockholm belvárosában egy kamion 60 km-es óránkénti sebességgel hajtott végig a járdán. A sofőr a 12 tonnás lopott szerelvénnyel több mint egy tucat embert gázolt el. 5-en meghaltak és 14-en megsebesültek. Ez volt Svédország történetének legtöbb áldozatot követelő terror támadása. A merénylőt, aki mint kiderült illegálisan tartózkodott az országban, elfogták, 2018 nyarán állították bíróság elé. Az akkor 39 éves férfi ellen terrorcselekmény elkövetése miatt emeltek vádat. Az üzbegisztáni elkövető 2014-ben feleségét és 4 gyermekét hátrahagyva Svédországba utazott. Építkezéseken dolgozott, azonban hanyagsága miatt elbocsájtották. Az interneten gyakran a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezetet éltette, sőt honfitársait is bíztatta, hogy utazzanak Szíriába és csatlakozzanak a szélsőségesekhez. Menedékkérelmét a svéd hatóságok 2016. decemberében elutasították, és felszólították, hagyja el az országot. Ezt azonban megtagadta és elhatározta, a lehető legtöbb ember életét oltja ki átmeneti otthonában, a svéd fővárosban. A támadás előtti napon az interneten fogadott hűséget az Iszlám Állam terrorszervezetnek, és bevallotta, keresztény hitetlenekkel akart végezni Stockholm utcáin. A hatóságok ennek ellenére nem iszlamista indítatású merényletként kezelték az esetet, ám szigorították a terrorizmus elleni törvényeket. A férfit végül életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 5 ember, egy brit férfi, egy belga nő és 3 svéd állampolgár, köztük egy 11 éves kislány meggyilkolása miatt. 5 évvel a stockholmi terrortámadás után szinte semmit sem látni a svéd fővárosban a 2017. április 7-én délután elkövetett merénylet nyomaiból. Úgy tűnik, a svédek nem akarnak emlékezni a történtekre. Az ő határvédelmük egyfajta tudatvédelemként jelenik meg, pedig az üzbék menedékkérő csak egy azok közül, akik az elmúlt években illegálisan jutottak be Európába, majd bűncselekményeket vagy terrortámadást követtek el. Skandináviai tudósítónkat, Cser Attilát kapcsoljuk most. Nos, Attila, pár napja jártál a svéd fővárosban, mit tapasztaltál, valóban, mintha meg sem történt volna ez a támadás? Köszöntök mindenkit, ezt a tényt meg tudom erősíteni. Az Ólanc áruház sarka, ahol a kis teherautó becsapódott, a támadást követő első évben még koszorúkat, mécseseket és feliratot is rejtett, tehát a svédek az első évben természetesen emlékeztek. Ugye szerencse a szerencsétlenségben, hogy a robbanóanyag nem robbant fel a kis teherautóba, tehát a terrorista célja nem tudott teljes mértékig megvalósulni. Aztán az évek során eltűntek a virágok, eltűntek a mécsesek, a Drottningsgatanon is eltűntek a mécsesek, és csak azt láthatjuk, ha ezen a környéken járunk, hogy kőoroszlánokat, illetve kőakadályokat helyeztek ki, illetve a miniszterelnökség a kormányépületek között fölbesülyezthető oszlopok vannak. Ennyi maradt a terrortámadásra történő emlékekből. Egy új védelmi rendszer a svéd utcákon és a mindent elfelejteni akaró svédek. Nem hibáztathatjuk őket, hiszen azok, akik csak kaptak ebből a támadásból, azok olyan lelkisérüléseket szenvedtek, hogy évekig kellett őket kezelni, hiszen a kis terrautó hatalmas sebességgel száguldott végig ezen a bevásárlóztán. Az emberek ugráltak előle, és próbált mindenki az üzletekbe menekülni. És valójában nem ő az egyetlen kiutasított, eltűnt menedékkérő. Ugyanebben az évben Finnországban is volt egy terrortámadás, ő is egy menedékkérő volt, és számtalan olyan menedékkérő érkezett Európába hatóságok szerint, akiknek nem nagyon tudták kideríteni a hátterét, és nem tudják, hogy kik a megbúvó
sejtek. A svéd biztonsági szolgálat egyébként arra figyelmeztetett, hogy a svédek iszlamizációs radikalizációja folyamatos, és itt egy olyan folyamatról van szó, amit nem lehet tudni, hogy végül is a hatóság tud-e kontrollálni, vagy majd jön egy újabb támadás, és akkor megint megmagyarázzák, hogy mit nem tudtak megcsinálni. Még 2015-ben az észak-európai hatóságok azt ígérték, hogy minden egyes illegális bevándorlónak, illetve menedékkérőnek tisztázzák a hátterét. Ezért a térség országai azt mondták, hogy biztonságban vannak. Ennek a kijelentésnek azért mégiscsak úgy tűnik, hogy cáfolata a 2017-es merénylet is. Azóta sikerült elérni bármiféle javulást? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A finn belügyminisztérium akkori osztályvezetője Päivi Nerg azt mondta, hogy minden Finnországba érkezettnek, 35 ezer irakiról beszélünk 2015-ben, tudjuk a hátterét, illetve ki fogjuk deríteni. Azóta a finn határőrség, illetve a déleurópai országok, de talán még más helyeken is találtak eldobott útleveleket, és akik Skandináviába jöttek, ők legtöbbször se a nevüket, se a születési idejüket nem tudták megmondani, ezért mindenféle kedvezményekhez jutottak, hiszen a fiatalkorú bűnelkövetők vagy a fiatalkorú általában védelmet kapott a skandináv országokba egy teljes életkort betöltött emberrel szembe, még akkor is, hogyha 18 év alattiak szakállas öreg bácsiknak néztek ki. Mindenki ezen nevetett, de ez egy szomorú tény. Viszont pár évre rá Svédországba hatalmas mennyiségű családegyesítés indult meg, és hirtelen a semmiből azok, akik akkor papírok nélkül érkeztek, be tudták mutatni a családi kapcsolatok hivatalos dokumentumait. Ezért a családegyesítés, az egykori menedékkérők családegyesítése most már sokkal kellemesebb, hiszen a család repülővel érkezik, nem kell végig gyalogolniuk az európai országokon és határokon. Csak nagyon röviden, ugye Svédország évek óta korlátlanul fogad be illegális bevándorlókat. Ugyanakkor, mielőtt kirobbant volna az ukrán-orosz háború, a miniszterelnök már akkor kijelentette, hogy nem lesz hajlandó korlátlanul ukrán menekülteket fogadni. Mi ennek az oka? Változott-e azóta az álláspont? Csak nagyon röviden kérlek. Február 18-án jelentette ezt be a svéd miniszterelnök Magdalena Andersson. Akkor úgy gondolták, hogy Svédország már megtette a menedékkérőkért azt, amit kellett. Európából a szerb háborúk idején is fogadtak be sok embert. Természetesen senki nem kérte a svédeket, hogy korlátlanul fogadjanak be menedékkérőket, mondta egy dán szakértő, ez az ő hibájuk. Viszont az Ukrajna helyzet miatt megváltozott mára már némileg a svéd álláspont, természetesen oda is érkeznek Ukrajnából menedékkérők, hiszen nem egy ukrán a svéd államba szeretne folytatni, legalábbis rövid ideig, amíg az otthoni helyzet nem normalizálódik. Ez talán egy különbség lehet egyébként a közel-kelettel érkezettekkel kapcsolatban, hogy úgy értesültem, hogy az ukránok vissza szeretnének menni. Csere Attila, nagyon szépen köszönjük. Határvédelemmel, migrációval kapcsolatos információkkal jelentkezünk minden hétköznap 3-4-9 után itt az M1-en.